filmet olyan emberről kell csinálni, aki a közönség számára ismerős. Azt mondta az Ambrus is, hogy nagyon jókor volt, jó helyen a rendszerváltás után. De nem lehetett ebből a dologból kimaradni. Ez a film ez nem fog hős csinálni senkiből, mert ez a hős ez készen van. Hol, mikor, hogyan, kivel? Erőt lesz! Szerintem eszméletlenül izgalmas. Én azokat a szerepeket szeretem, amik emberiek, amikkel azért tudsz azonosulni, mert megpróbálsz igazságot tenni, és nem lehet pusztán elítélni. Szerintem mindannyiunkkal előfordult már az, hogy olyan rossz helyzetben voltunk, annyira kilátástalanak tűntünk. Szerintem mindenkinek megfordult egy vad ötlet a fejében. Ő nem az a fajta kemény gyerek, aki kötekszik valakivel. Ő egy olyan ember, akiben rengeteg szomorúság van, rengeteg csalódottság. Emiatt egy nagyon félelmetes faszinak tűnik, mert természetesen megvédi magát. Ez volt igazából a fő cél, hogy minél feszesebb, minél férfiasabb, minél erősebb karakter legyen. Félig nem lehet meghalni, félig nem tudsz megszületni, tehát félig nem lehet bankot rabolni. Tehát, hogyha egy színész vagy egy szerep azt megköveteli, hogy ebben maximálisan kell nyújtanod, akkor ott kell, akkor meghalsz. Mindenki le a földre! A földre! Bence nagyjából egy pillanat alatt kiütötte a korábbi aspiránsokat a gyerekből. A főszereplőt meg kellett keresni, egy főfigurát, és köré azokat az embereket, akikkel ez tud működni. Az összes oktalom nincs olyan nehéz, mint ez az egy papírlap. Most Necivel például olyan hatással tud rám lenni, hogy tényleg tud működni az a kapcsolat is. Mint ugye a Glenn Viktorral is a mi viszonyunk. Valamit kipróbáltunk, ugye egymás mellé ültünk, és úgy mondtuk, és Nimrud nézett minket, és mondta, hogy jó, tetszetek együtt. Toljunk meg. Ugye tudod, hogy ez mennyire veszélyes? Ebben a munkában már nagyon erősen érződik azt, hogy Nimrud túl van 3-4 nagy amerikai filmen. Jönnek! Olyan képeket varázsolnak körénk, amiket eddig láttunk, hogy abban élmény egy morzsának is lenni, nemhogy színésznek. Azt gondolom, hogy ez egy vérpapi film lesz abból a szempontból, hogy a rám bízott feladatot maximálisan teljesítjük. A Vízkés. November 23-ától a mozikban.